A vesebetegség a lakosság 10-14%-át érinti a világon, ez 500 millió, Magyarországon 6-700 ezer embert jelent. A krónikus vesebetegségek számának növekedése, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás és az időskorúak számának növekedésével függ össze. Míg évtizedekkel ezelőtt a vesegyulladások vagy az öröklött betegségek jelentették a megbetegedések jelentős számát, mára ez az arány eltolódott a civilizációs okok miatt kialakuló betegségek felé, mondta Amma Zoltán, a szekszárdi dialízis központ vezetője. Tolna megyében itt Szekszárdon a nefrológiai szakrendelésen gondozáson évente 1000-1200 beteget gondozunk. Tehát ők azok, akiket egyrészt ellátunk, illetve visszajönnek bizonyos rendszerességgel, akinek súlyosabb fokú vese problémája van, ő akár havonta, van akit 3 havonta, 6 havonta, van akit évente, attól függően, hogy mennyire igényli ezt a betegség. A kóros megbetegedések mögött általában a magas vérnyomás, a rossz táplálkozás, a kevés mozgás és a nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel áll. Ezek a életmóddal kapcsolatos betegségek rendkívül károsítják nem csak a veséket, hanem egyáltalán az érrendszert, az érelmeszesedésen keresztül, és akkor itt ugyanúgy beszélhetünk szívinfarktusról, sztrókról, ugyanaz a mechanizmusa ezekben a betegségekben, mint a veseelégtelenség, vesekárosodás kialakulása. Még néhány évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag nem maradt esélye az életben maradásra egy vesebetegnek, addig ez már régen nincs így. A dialízis központok tevékenysége és a jól, Dél-Dunántúlon különösen jól működő transzplantáció sok embernek jelenti az életben maradás esélyét. De nem kell ideig eljutni, mondja Amma doktor. A személyes felelősség és az odafigyelés önmagunkra megelőzi a krónikus vese problémák kialakulását.